Négy páros vállalta a szakmai megmérettetést az első szenior táncversenyen. A versenyzők a bécsi és angol keringő mellett tangóval és dzsájval bizonyították felkészültségüket. A vándorkupát is elnyerő első helyezett pár nem számított a győzelemre. Nem ismertük igazából azt, hogy most ezeket a számokat, hát a klubtagok, hogy fogják a kollégáink táncolni, szóval ilyenkor egy kicsit más, amikor ketten táncolnak, vagy négyen, vagy egy társaságban. A páros férfi tagja Bodor Gyula azt mondja, a tánc szeretete adott elég bátorságot a nevezéshez. A táncok ismerete mellett a nyilvános szereplés izgalma is nehezítette a versenyben való részvételt. Kicsit nehéz volt, druk volt bennem. Biztos, hogyha másodszor, harmadszor lennénk, vagy több egyszer, akkor egészen más lenne. Szóval akkor kicsit lazábban benné az ember, nem lenne annyi druk. Lexikov Csaba, a zsűri elnöke, szigorú szakmai szempontok alapján nézte végig a produkciókat. Minden, amit elvárhattunk a táncosok felkészültségével, illetve a korukat tekintette, úgy gondolom, hogy az a szintet, amit várt mindenki tőlük, ők ezt hozták, és hát ebből adódóan ténylegesen jó versenyt láthattunk, ahol ténylegesen a zsűrinek volt munkája, és hát tanakodnunk kellett azért a helyezéseken. A Nagykanizsai Hölgyklub az idősügyi tanács kezdeményezésére vállalta az est megszervezését. A 2013-as úgynevezett újbudai megállapodás értelmében Nagykanizsa önkormányzata is jelentős szerepet vállal az időskori aktivitást megőrző programok létrehozásában. Az időskori aktivitás, az időskori értékek érdekében együttműködünk, és különböző rendezvényeket, különböző programokat szervezünk, kicseréljük egymással a közös jó gyakorlatainkat. Ennek az egyik példája már korábbi szenior sakverseny, vagy éppességgel a saját honlapunk, időség portálunk után, ez a szenior táncest, ahol szeretnénk a régi hagyományokat, a régi kanizsai hagyományokat, a tánckultúrát újra felelevíteni. A szervezők reményei szerint jövőre sokkal több páros nevezésére számíthatnak.